Szépen köszönöm, akkor hogyha megtennétek, akkor tegeződhetünk így. Nem probléma, hogy tegeződünk, mert sajnos én ilyen hülye vagyok, hogy én tegeződök mindenkivel. Egyszer oknál fogva, ezt már nektek elmeséltem, én nekem a tegeződés a tisztelet jele. Ugyanis azt mondom, hogy ha valaki el akar tudni melegedni, akkor el tudom tudni magázba is, nem olyan nehéz. De a tegeződés az én részemről az, hogy tényleg becsülöm azt, amit azok az emberek csinálnak, ti is. És nekem ez a mai nap ez mindig fontos, mert olyan emberek vagyok körülvéve, akik valami jót tesznek az asztalra. Figyelem a kiáltalatot, megírt cikkeket, hirdetéseket, mindent figyelek, és azt veszem észre, hogy nagyon sok sajtó, nem mondok neveket, ha nem szabad, tele van rosszabb, de ti jót adtok. Sok jó hírt adtok, és tudjátok, az embereknek szükség van jó hírekre, nekünk is. Nem tudom, hogy mennyire vagytok egyébként ezzel, és hogy vagytok, de amikor jó hírt hallunk, akkor másképp élünk, nem? Kicsit más a hangulatom. Én is tök ilyet is, remélem. Na, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Tényleg nagyon nagyszerű veletek lenni. És nagyon örülök, hogy ilyen nyílt tekinteteket látok. Mert természetesen csinos hölgyeket. Megulakat. Ezt nem is akarom. És akkor talán akik már voltatok, tudjátok, hogy én nem ilyen szokásos sajtótájékoztatót tartok, ugye? Ez nem baj? Nem? Köszönöm szépen, mert egyszer már kaptam ötletet, most ez mi? Én nem tartok sajtótájékoztatónak. És képzeljétek el, ahhoz, hogy ti bármit meg tudtatok írni rólunk, ahhoz kellene ez? Idézzel teszem. Nem azért vagyunk itt. Ezért is ez adjunk híreket, adjunk olyan adatokat, amiket egyébként lehet, hogy nem tudtok. Én egy kicsit többet szeretnék adni nektek, jó? Nem baj? Nem, de valami akkor is. Na, a lényeg, mutatok, mi az, ami érdekel titeket? Van valami, hogy kifejezetten érdekel titeket? Hogy készültetek mára? Nem. Akkor én elmondom, hogy szeretnék, van kérdés, szóljatok, oké? Okay? Ha nem tetszik, azt is mondjátok meg, az a kérésem, nem maradjon bennetek semmi, jó? Na, akkor nem tudok. Három kézzel dolgozni, jó? Melyik kell kinyitva hozni? Ezzel. Jó, csak néhány dolog, építőipar, tisztában vagyok, tavaly az építőipar örült módon szállódott, igaz? Ez a 20, itt most azt mutatjuk be, hogy mennyi volt a... Csak lassan kell valahogy, én megnézem. Hogy mennyi volt a hogy alakult az építőipar havonta a növekedése, de talán nem is az érdekes, amit az év végé az érdekesebb, hogy 26,8%-ot nőtt az ipar. Jó, na, tehát ha láttátok, nagyot tett az építőipar, ami egyrészt jó, mert nekünk jót tett, másrészt meg nem annyira jó, mert magasról lett nagyobb esni. Tudjátok, és ez nem normális egy ilyen növekedés. Mindegy, ez történt. Itt láttátok azt, hogy havonta, hogy alakult kumuláltan a növekedés, és december végére 26,8-9%-ra emelkedett fel a piac. 16-os évhez képest. Hozzá kell tennem, hogy 16-ban nem tudom, tudjátok, hogy mekkorát nőtt a piac. Mínusz 19%. Tehát nagyon nagy esett vissza. 19-ben vagy 16-ban köszönhető a visszaesése az infrastruktúrális beruházásoknak, mélyépítés és a többi, és most 17-ben pedig ez a nagy növekedés szintén annak köszönhető, egy másik részben köszönhető a szerkezetépítéseknek, de a befejező építés egyébként csak 9,5%-ot. Tehát a burkolás, a gépészet, ezek csak 9,5%-ot tettek tavaly, ez valószínűleg az idején fognak realizálni ezek a projektek, ezek a beruházások. Pár számot mutatnék nektek a tavalyi évvel kapcsolatban, és hogy mit is értünk el, a MAPA egy nagyon jó évet zárt tavaly, 17-ben, és láthatjátok, hogy a teljes forgalmunk az 12.789 millió forint volt. Azért van különbség kettő között, mert az egyik az exportot külön nézzük. Tavaly májusban azt hiszem le kellett látnunk az exportot, hogy a magyar piacot preferáljuk, nekünk a magyar piac a fontos, Magyarország fontosabb, mint a külföld. És ezt nem másról vettük ezt a szolgált egyébként. És 76.700 tonna forgalmaztunk. Ebből a gyártás az 63.000 tonna volt. Képzeltek egy 53.000 tonna maximális kapacitású gépsoron, gyártottuk 63.000 tonnát, hát a gép az csörgött-zörgött, ezért van a beruházás. Még mutatok nektek pár számot, hogy mi az, amit tavaly tettünk, gyorsan tartsunk ezen végig. Talán azt tudjátok, hogy
Többször is elmondtam, hogy a MAPEI-nek az eladás, az értékesítés az egy eszköz ahhoz, hogy segítsünk a piacon az embereket. Ez egy eszköz. A termékeink és a megoldásaink azok mind olyanok, amik jót visznek az emberek életében. És mi, hogy mire jártunk hozzá a piacon tavaly, ugye nálunk sarkolatos, egy stratégiai kérdés a képzése. Szakemberek képzése, illetve iskolások képzése, diákok képzése és a saját emberek képzése, ebben csak a külsős kérdése van benne. Ennyi embert képeztünk tavaly, 17-ben, plusz, ezt is már mutattam nektek, hogy mi képezzük a kereskedők eladóit arra, hogy kell eladni. Nem arra képezzük őket, hogy hogy kell MAPEI-t eladni, hanem hogy kell eladni. Ez kicsit több, mint a MAPEI-t eladni. És a 60, azért 64 csak, mert nincs csak a kapacitásunk, ez kétszer két alkalom volt, összesen 10 nap, 2 nap plusz 3 nap gyakorlás, és akkor kétszer. És nincsen sajnos több, ennyit tudunk tenni. Majd mutatok egy diagramot egyébként nektek, hogy ez mit jelent az eladóknak a teljesítményében. És természetesen talán tudjátok, hogy megalapítottuk 2016-ban a szakemberek közösségét. Azokkal a célokkal, amiket már többször elmondtam, de a legfontosabb célunk az az építőipari szakma népszerűsítése a gyerekek és a felnőttek körében. A társadalomnál az elismertségnek a megszerzése, a visszaszerzése, az, amit elvesztettünk 30 évvel ezelőtt, folyamatosan veszítettük egyébként, illetve a gyerekeknek a fejében kicsit megmozgatni azt a dolgot, hogy amit Lukán mondott, hogy ne csak a közgazdász, ne csak a ügyvéd legyen érték, hanem legyen érték a szakmunkra is. 1043 fő volt tavaly, a létszám 2010-ben indultunk. Hányan voltunk? 300-valahányan, hiszem. Tehát ez is egy nagyon szép. És amit még tettünk a piacért, néhány eredményt megmutatok gyorsan nektek. Mindig azt mondtam, és ezért vagy dolog, amit ti csináltok, ugye a sajtó nem csinál más, mint kommunikál. Mondja a híreket, mondja a jó dolgokat, néha mond rosszat is, de azt nem veszi bele. Amit mi csinálunk, és amivel eredményeket érünk el, az a kommunikáció. 10 millió e-mailt nem küldtünk ki, 10 millió emberhez küldtünk ki, vagy nem emberhez, de kommunikációt, ezek a közvetlen e-mailes kommunikációk. És akkor adatbázisunkat megmutatom még nektek. Az adatbázisnak a nagysága 214 ezer fő. Itt szeretném feljön a figyelmeteket, hogy nem tudom, ki az, aki, melyik az a sajtó, aki foglalkozik közvetlen kommunikációval a partnereit illetően, tehát van adatbázisnak küld ki valamit. Közletek van ilyen? Aha, jó, köszönöm szépen. Köszönöm, arra figyeljetek, hogy május 31. 21. Jó? 25. Utána életveszély. Valaki meghozta azt a törvényt rajtunk tőlünk függetlenül, egy baromság szerintem nem tesz, nem tegyék, de szerintem értelmetlen. Tessék? Uniós. Igen. Igen, azért értelmetlen. Egyszerűen miért értelmetlen? Ez minket kötelez egy csomó olyan dologra, minket, akik nem csalunk, nem lopunk és nem élünk vissza a bázisunkkal, amit most meg kell tennünk, az, aki egyébként visszaér, azt nem kötelező semmire, az ezzel is meg kell csinálni. Na mindegy. Tehát nagyon figyeltek erre oda, és erre figyelmeztetek a kereskedőinket is. És akkor nézzük meg néhány eredményt, amit a segítségünkkel hoztak létre. Ez egy szálloda, Kön Karamell Hotel, ami elkészült tavaly. Egy villa vité, ez is egy szálloda is. Inkább nagyobb panzió, ez Balatonon, Balatonfüreden. Egyébként rengeteg mindent létrehoztunk, mutatom a tavalyi év legnagyobb beruházását. Ki az, aki látta már? Duna Arénát. Láttátok? Hogy tetszik? 20 évén, ugye? Ha más nem ki a tévében. Hogy igen, ki voltál? Azt hittem. Szuper! Na, de gondoltam. Nem azért, mert tudom, hogy nem úszott. Én is kint voltam. Menjetek ki, érdemes megnézni. Csak egy érdekesség. Ezt a, amit láttok, ezt a jacuzzi, nem tudom, minek nevezem, pesgőfürdő. Ezt a pesgőfürdő, így most nem látszik a képen, ez egy mozaik hamburgolva. És ha megnézzek, ez így is íves, meg így is íves. Ezt soronként rakták ki, ahogy, hogy azok a mozaikok úgy legyenek szépen, hogy a minta is kijön soronként. Körülbelül azt hiszem 3-4 hétig csinálta 4 ember. Tessék? Hát akkor kicsit több, mint másfél, mint 3-4 hét. Másfél napot csinálta 4 ember. Köszönöm szépen a segítséget. A következő kis projekt, amit szeretném bemutatni nektek, az a egyik a Nemzeti Kézzelda Akadémia, Bagláron, Balaton-Bagláron, és Mosberger Báskom, ez is egy szálloda és étteremben. Jó, ezek voltak azok a projektek, meg ezen kívül rengeteg projekt, nem tudom felsorolni, mert rengeteg van,
rengeteg helyen, és van még egy természetesen, amit említettünk, egy nagyon nagy büszkeségünk, ahol tudtunk segíteni, saját beruházás természetesen. A bárkit szeretettel várok, hogyha van kedvetek jönni megnézni. Elkészült a, most ahol tartunk, elkészült a csarnok, amit látjátok, és pillanatilag épül a régi csarnokban, a régi gyártósor mellett építjük az új poralakú gyártósor, és a, az mellett egy kicsit jobbra pedig építjük a betonadalékszer keverő üzemet. Ez egy ilyen még nem volt, tehát ez folyadék alapú üzem, nekünk csak porkeverő üzemünk volt. Egyébként még a, lehet, hogy lesz már a kérdés, de megelőzöm, hogy mit fogunk itt gyártani. Természetesen olyan termékek, de a célunk az volt, hogy ne hozzunk már homokot, cementet, meg vizet Olaszországból. Nem? Képzeljétek el, vizet hozok Olaszországból, adalékszert hozok, mert adalékszert a víz jön vele, 90% a víz. Az volt a célunk, hogy itthon termeljük meg azt, amit lehet, és itthon fogunk gyártani nagyon sok új olyan terméket, amiknek a szemszerkezete nagyobb, mint a ragasztóké, tehát 0,4 volt a maximum. Ezek pedig 2 mm-es szemszerkezetűek, ezt a másik évsoron gyártjuk, és a betonadalékszereket, amelyek a betonfolyósítók, kötésgyorsítók, kötéslassítók hasonlók, ezt gyártjuk itthon. És én azt hittem, hogy csak 7-8 embernek adunk plusz munkát, most kiderül, hogy 20 embernek adunk plusz munkát ezzel, mert az építéssel együtt bővítettük a raktár létszámot, bővítettük a gyártó létszámot, és bővítettük az értékesítés létszámát is, aki majd ezt meg is tudja termelni. A beruházás nagyságrendje egyébként 2,8 milliárd forint. Mi 2,5-öt írtunk, de 2,8 milliárd lesz a vége, mert a betonadalékszer gyártósornak a összege is hozzájön. És akkor mi történt még? Igen, mondjam. Ez a 2,8 milliárd, ez technológiával együtt? Kompletten az egész, igen. A raktár? És ebből mennyi a technológia? Sok. Százalékos. Sok. A 2,8-ból 1,5-6 milliárd az a technológia. A poralakú gépsor az 1 milliárd, és a betonadalék szeré az olyan 500-600 millió forint körül. Tehát sok a technológia, nem is gondoltam, hogy ilyen drága egyébként, mert kimegyünk, megnézzük, egyszerű szalagok mennek, forognak a keverők és a többi, ennyibe kerül. És ugye a MAPEI-nek a stratégiai két lábon nyugszik. Az egyik az a szakember képzés, a másik pedig a szakember hiánynak a ellenségei vagyunk. És hogy mit tettünk tavaly a szakember hiánynak a megelőzésére, ugye természetesen ismét megrendeztük tavaly az országos szakember találkozót, ahol a szakembereknek adtunk, ezt a magyar építőipari szakemberek közössége rendezi, a szakembereknek adtunk képzést, szakmai, nem szakmai, és itt megtudhatták, milyen szolgáltatásokat nyújtunk a szakember közösségben, és itt megtudhatták, hogy lehetnek közösségi tagok. Ugye természetesen segítsége van az EOS, aki támogat minket. Itt a célunk az ennek a közösségnek a legjobb cél, ugye mondtam azt, hogy népszerűsítsük a szakmákat. Hogyan? Összegyűjtünk sok embert, sok szakembert, akiket utána fejlesztünk, hogy ők tényleg tudjanak jót teljesíteni, szakemberként működni, és úgy megjelenne, ahogy kell, és utána vihessem oda a gyerekekhez. Majd elmondom miért, hogy megmutathassam, hogy gyerekek, ez lehetsz te. Hogyha úgy döntesz, hogy egy építőipari szakmát választasz a életfogatásodból. Amit még tettünk, és ez is egy válasz arra, amit te kérdeztél, elindultunk, hogy mondjam, egy nagyon egyszerű dolgot csináltunk. Megnéztük, hogy mi a legfőbb probléma az építőipari képzésben, szakképzésben. És mit gondoltuk, mi volt a legfőbb probléma? Így van. Kevés a diák. Kevés az az ember, az a gyerek, aki szakmát akar tanulni, és vannak jó szakképzőintézmények, vannak nagyon jók is. Majd mutatok egyet, ami azért magunkévá is tettük egy kicsit. És akkor úgy döntöttük, hogy akkor el kell indulnunk egy olyan időpontban a gyerekektől, amikor még lehet fejleszteni, változtatni a nézőpontjaikat a világon, és a szüleiket természetesen. És elkezdtünk iskolákba járni, 4 általános iskolában voltunk, összekezdtük. Tartottam előadást arról, hogy gyakorlatilag ráültettem az ő céljaikra, vágyaikra, hogy lehet szakmával, szakemberként megvalósítani azt, amit szeretnél. Ez volt a lényege. Bemutattam az építőkről a szakmákat. Bemutattam azt is egyébként két dolgot, hogy nem tudom, hogy tudtátok-e azt egyébként, hogy ez lehet, hogy nem éppen a legjobb hangzik, de az elmegyőr intézet nem az fizikai munkásokkal van tele. Ők megmaradnak egészségesnek mentálisan, mert aki kézzel fizikai munkát már végzett. Komolyan kérdezem,
Szuper. Milyen érzés utána, amikor megkapnál? Hát, belemelő, nem? Hát, nincs jobb. És ki az, aki már elfáradt abban, hogy fejbe dolgozott? Jó? Hát én is. Ezért sportolok. De a lényeg az, hogy megmutattuk nekik ezt, és a másik, amit még megmutattam nekik, hogyha most elkezd tanulni mondjuk egy ügyvéd szakmát, hát ezek 7-esek, 8-esek voltak, most elindul arra az irányba majd, gimnázium és a többi. Mire odaér, hogy ügyvéd lesz, addig azok ügyvédekre Dunátetre kezdtem az ide is, mert most is már Dunátetre kezdtem. A konkurencia sokkal nagyobb lesz neki. Vették, a gyerekek fantasztikusan különben. Nagyon jól vették ezt, hogy most kívül lehet a szakember, azt még nem tudom, de majd ezt is megnézzük később. És akkor bemutatnék egy filmet nektek, ugyanis a szakember hiány enyhítésre és ezen a küzdelemben készítettünk egy olyan filmet, ami nem igazából reklám, hanem arról szól, hogy mit ad a szakma, és miért kellene neked választani a szakmát. Mindig csak